Köszöntöm a kedves nézőket, sziasztok! Hát bizony a következő napokban csak pillanatokra köszönt be a tavasz, hisz egy hidegfront éri el majd térségünket, és a következő napokban inkább télies időre számíthatunk, mint tavaszira. Mindjárt az éjszakai órákban egy kis ízelítőt kapunk a télből, hisz országszerte fagy várható, legalábbis a talaj mentén, 2 méteres magasságban azért lesznek olyan helyek, ahol fagymentes lesz az éjszaka, nem lesz ilyen hely sok. Holnap napközben aztán már száraz levegő érkezik fölénk továbbra is, így napos száraz, ám szeles időben lesz részünk, és az esti órákban pedig megérkezik az a hidegfront, ami a következő napokban meghatározza időjárásunkat. Ez a hidegfront már föltűnik itt a képen tulajdonképpen, ám sokáig tart, amíg elér bennünket. Előtte még viszonylag száraz levegő érkezik hazánk térségébe az éjszakai órákban és holnap napközben is, így aztán sok napsütésre számíthatunk, majd valamikor a késő délutáni esti órákban érkezik meg az ország északnyugati részeihez a felhőzet, a hidegfront felhőzete, és az éjszakai órákban be is borítja majd hazánkat felhőzetével a hidegfront. A hőmérséklet előrejelzés azt mutatja, hogy az a hideg levegő, ami most fölöttünk tartózkodik, az lassan kelet felé távolodik, mögötte enyhébb léghullámok érkeznek majd holnap hazánk térségébe, ám megérkezik majd a hidegfront és a hideg levegőjével az éjszakai órákban, és a következő napokban ez az észak felől érkező hideg levegő alakítja majd hazánk időjárását. Van még utánpótlása a hidegnek, így a hét közepén is még ez a hideg levegő érkezik majd a Kárpát-medence térségébe. Az éjszakai órákban általában derült lesz felettünk az ég, gyenge lesz a légmozgás, emiatt aztán erős lesz az éjszakai lehűlés. Az ország nagy részén fagypont alá csökken a hőmérséklet, általában +1 és -4 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk a reggeli órákban. Ám az ország északkeleti részén és a nyírségben lesznek olyan területek, ahol erősebb lesz majd ennél is a fagy. Holnap napközben sok napsütés várható, még a nap nagy részében kevés lesz felettünk a felhő, inkább majd csak a késő délutáni órákban növekszik meg északnyugaton a közeledő hidegfront hatására a felhőzet, csapadék nem várható az esti órákig. Megélénkül, megerősödik sokfelé a délnyugati szél, és a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között várható. Aztán az éjszakai órákban megérkezik a hidegfront, és át is robog felettünk. Sokfelé számíthatunk majd esőre, aztán havas esőre, havazásra is, ám csak a frontot kíséri tulajdonképpen a csapadék, tehát egyszerre nem fog túl sok helyen esni majd az eső, illetve a hó. Erős időnként viharos lesz majd az északnyugati szél, ahogy a front átvonul fölöttünk, tehát átmenetileg megerősödik a légmozgás, utána viszont majd mérséklődik valamelyest a szél, de nem lesz jelentős még ez a mérséklődés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet pedig -2 és +5 fok között várható. Kedden napközben a front már elhagyja térségünket, mögötte északnyugat felől szárazabb levegő érkezik fölénk, így északnyugaton felszakadozik majd a felhőzet. Igen, hideg lesz viszont a levegő, és erős lesz továbbra is a szél, így aztán nem lesz túl magas a nappali felmelegedés mértéke. A maihoz képest jelentős visszaesésre számíthatunk, illetve még a holnapihoz képest is. Utána a hét közepén változatlanul a fölénk érkező hideg levegő alakítja időjárásunkat, további hideg, nedves léghullámok érkeznek fölénk, így aztán változékonyabb időre számíthatunk hózáporokkal, elsősorban az éjszakai órákban, napközben záporokra számíthatunk, továbbra is erős lesz a légmozgás, jelentősen nem változik a nappali felmelegedés mértéke, és az éjszakák továbbra is fagyosak lesznek. A hétvégén viszont már valamivel enyhébb léghullámok érkeznek majd hazánk térségébe, így emelkedik a nappali felmelegedés mértéke, több lesz a napsütés, és megszűnik az éjszakai fagy. Vasárnap azonban egy újabb hidegfront éri el majd hazánk térségét, és ismét változékonyabbra fordul az idő. Én köszönöm figyelmeteket, amelyben további előrejelzésekre vagytok kíváncsiak, kövessetek bennünket elérhetőségeinken. Sziasztok!